Sziasztok srácok! Végre motoros idő van és február, és minden csúszik annak ellenére, hogy jó idő van. Úgyhogy gondoltam, hogyha már ilyen szép napos 12 fokunk van, akkor nézelődjünk és menjünk el valamerre. És nem tudom, hogy észrevettétek-e, történt egy kis újítás. Először is, ami szembetűnő lehet, az az, hogy lett új kesztyűm. Ugye Katica, többiek, mindenki annyira féltett rá engem, meg szapulta azt az újatlan kesztyűmet, ami volt eddig, hogy ugye beruháztam egy protektorossal, ami konkrétan tényleg már motoros kesztyű, és ha úgy adódna, akkor védeni is fog valamit. A Sonic Motótól vettem, ez egy olasz cég, eBay-en rendeltem meg, ha jól emlékszem, olyan 6-7 ezer forint körül volt szállítással együtt, ami szerintem nem sok, ez konkrétan amúgy egy nyári kesztyű lenne, és szerintem rohadt jó, most vagyok amúgy először benne, és teljesen jó érzem benne az indexet, a gázt, jó, még ez egy picit szokatlan, de szinte olyan, mintha az újatlanba mennék, tehát hamar meg lehet szokni, szerintem úgyhogy nagyon fasza. És csak nem egy motoros jön mögöttünk, ha jól látom, de hát de ki is kell használni, baszki, ezt a jó időt. Még mielőtt méretre kérdeznétek a kesztyűről, egész jó a mérete, ahhoz képest, hogy vakon rendeltem. Ó, itt vannak a kollégák. Wow. Ezt mondom én, ki kell használni ezt a jó időt. A másik szembetűnő dolog pedig a hangom lehet. Vettem új mikrofont a bukóba, ugye, mint ígértem. És hát meglátjuk, milyen lesz. Alapvetően jó nagyon a mikrofon. Csak azt vettem észre, hogy mivel a bukónak a párnájában van, tehát ahol az előző volt, egy kicsit olyan elnyomott hangja van, amin tudok utólag javítani, illetve meglátjuk, hogy mennyire fasza. Ha nagyon szar lenne tényleg benne a hangom, akkor végelkeseredésemben, nehéz szó, de kimondtam valamennyire, majd áthelyezem máshova. Szóval egyébként amúgy a mai téma, azon kívül, hogy megyünk egy kis kört, az lenne, hogy a megosztások és a csodás YouTube csengő története. Szóval most láthatjátok a bejátszáson, van ugye a feliratkozás mellett, vagy ha már fel vagy iratkozva, akkor ott van egy ilyen kis csengő. Azt nyomjátok meg és kapcsoljátok be, hogy kapjatok értesítést, ugyanis ugye az új YouTube rendszer miatt kicsit macerás lett az értesítések kiosztása, és nem biztos, hogy látjátok, ha van egy újabb videó, ami nem túl jó. Úgyhogy azt mindenképp pattintsátok be, és akkor nem maradtok ki semmiből se. És itt van a gyopárosító, hú, de be van még fagyva. Illetve segítsetek a megosztásokban, ugyanis nagyon sokat jelent nekem az, hogyha a videóimot Facebook csoportokban, ahol szabad, megosszátok, az ismerőseitekkel, Facebookon, YouTube-on, bárhol, hogy ne talán, aki még nem hallott rólam, vagy a motologról, vagy a motoszándéról, akkor az hát meg tudjon minket nézni. Sokan mondtátok, vagy nem olyan sokan, hogy ne vészleállítóval állítsam le a motort, úgyhogy nem azzal állítottam most le. Igazából nem szívesen állítom le, mert ugye nem sok időre jövök el itt, csak gondoltam, megnézem akkor már ezt a izét, gyopárosítót, illetve hát ez a kesztyű hátránya, hogy le kell venni, ugye nem olyan, mint az újatlanba. Hát igen, erre a jégre már nem mennék rá egy 12 fokba, viszont
pár napja vagy hete még rá lehetett menni. Olyan 20 centi vastag volt a jég, azt hiszem. Hát csak visszarakom ezt a napszemüveget. Igen, ez még jég. Sőt, rá lehet állni konkrétan. Azt a picsa. Nem tudom, mit látnak az emberek, kijött egy motoros. Leül ide, bazd meg, és pokémonozik. Hát, most itt nincs semmi vízi pokémon a közelbe. Egyébként, hogy lássátok, itt van a gyűjteményem. Nem tudom, mennyire látjátok, van egy 1611-es Laprasom, egy 1463-as Vaporeonom, egy 1083-as Electrobuzz, 1036-os Victreebel, bocsánat, 1027 Hypno, 920-as Mr. Meme. 2 hours later. Azt a kurva. Na hát igazából, srácok, ennyi lenne ez a videó. A Motosunday-t nézzétek, mindenképp motosunday.hu. Igyekszünk minél több cikket kitenni. És figyeljétek, bukóban orrfújás. Úgyhogy én Red Rider voltam, mindenkinek további szép napot, és használjátok ki ezt a jó kis motoros időt. Szevasztok! Dreaming up a start of fire.